Szeretettel köszöntök mindenkit! Önöknek is úgy tűnik, mintha a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket egy globális központból irányítanák? Mintha az egész világ egy irányba haladna? De vajon hogyan tudná a világ valamennyi országában a kormányok döntéseit, mondjuk az új világrendet, a Great Resetet meghirdető Klaus Schwab, a világgazdasági fórum elnöke befolyásolni? Vajon mi köti össze ezt a Klaus Schwabot Orbán Viktorral és a magyarországi balliberális oldal mögött álló oligarchával, Leistinger Tamással? Hogyan tudja Klaus Schwab, hogyha akarja, a világ szinte valamennyi országában marionett bábúként mozgatni a politikusokat, gazdasági szereplőket, pénzembereket és a médiát? A mai videómban ezekre a nagyon fontos kérdésekre fogok válaszokat adni, de előtte mindenkit arra kérek, hogy aki még nem tette, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, illetve kérje meg az ismerőseit, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, mert ez a legfontosabb fórum, és ma már szinte az egyetlen, ahol el tudok jutni még az emberekhez ezekkel az igazságokkal, illetve kövessék a cenzúrázatlan oldalamat, a torockai.infót. Na, ezek után kezdjünk. Tavaly még nagyon egyedül éreztem magam, amikor a világon egyetlen pártelnökként hívtam fel a figyelmet a Klaus Schwab által 2020-ban meghirdetett új világrendre, amit ő Great Resetnek, nagy újraindításnak vagy nagy újrakezdésnek nevezett el, de hál' Istennek azóta elkezdett változni a helyzet, hiszen terjed az igazság, és ma már a német parlamentben is téma lett ez a koronavírus árnyékában épülő új világrend. Magyarországon azonban úgy tűnik, hogy a koronavírus megjelenésekor mind a Fidesz, mind a balliberális oldal pontosan azt tette, amit Klaus Schwab elvárt tőlük. Követték a globális koronavírus protokollt. A vakcinákra és gyógyszeriparra költött rengeteg pénz, oltászsarolás, diszkriminatív oltási igazolvány és lezárások, amelyekkel óriási gazdasági károkat okoztak több százezer magyarnak. És a károkat újabb és újabb adósságok felvételével fedezi az Orbán kormány, amely az elmúlt évben minden korábbinál brutálisabb államadósságot halmozott fel. De mi is valójában ez a Great Reset, a nagy újraindítás vagy nagy újrakezdés, és hogyan lehetne ezt akár egy kézzel irányítani, megvalósítani az egész világon? A mai videóm ez utóbbi kérdésre fókuszál. Készítettem korábban több videót is már a Great Resetről, az új világrendről. Erről szól például itt a YouTube csatornámon a koronavírus és az új világrend, illetve az Így épül az új világrend a koronavírus árnyékában című videóim. Ezeket most ajánlom megtekintésre. De azért nézzük most is röviden, hogy mi is ez az új világrend, amelyet a koronavírus hoz ránk. Az új világrendet, a nagy újraindítást, a Great Resetet Klaus Schwab, a világgazdasági fórum elnöke jelentette be a szervezet 2020. júniusában megrendezett ünnepi találkozóján, amelyet a világgazdasági fórum 50 éves fennállása alkalmából rendeztek meg. Szép kerekévfordulót választott Klaus Schwab arra, hogy a koronavírusra hivatkozva bejelentse ezt az új világrendet, vagyis a nagy újraindítást, holott valójában a világgazdasági fórum nem 2020-ban, hanem 2021. januárjában lett csak 50 éves. A szépen csengő, nyilvánosan és a nyilvánosság számára megfogalmazott célok mögött azonban most már a koronavírus megjelenése óta világosan látszik, hogy mi is húzódik meg és mi is játszódik le valójában. A nagy újraindítás tulajdonképpen a globális pénzoligarchia, a világot uraló szűk kör törekvése arra, hogy egy teljesen központosított és ellenőrzött világot alakítsanak ki. A lezárások politikájával, egy mesterségesen kreált gazdasági válsággal totálisan eladósították, és jelenleg is eladósítják az országokat, kiemelten az európai és észak-amerikai, tehát az északi civilizációhoz tartozó államokat. A kis és közepes vállalkozásokat kivéreztetik, így könnyebben tudják a nemzetközi óriás cégek, a multik felfalni őket. Látható az is, hogy a nyugati gyökerű kultúrmarxista pénzügyi oligarchákkal
bankár dinasztiákkal nagyon régóta jó kapcsolatokat fenntartó kommunista Kína, amelynek kiemelt szerepe van a jelenlegi folyamatokban, iszonyatosan megerősödik a jelenlegi krízisnek köszönhetően. Ennek az új rendszernek pedig szüksége lesz egy digitális központi pénzre. Kínában már tervezik a digitális yuan megalkotását, amelyet a Diem hálózaton keresztül akarnak bevezetni. Ez nagyon érdekes, hiszen a Diem a Facebook urának, Mark Zuckerbergnek a saját kriptovalutája. Ebből is nagyon jól látszik, hogy Kína és Amerika, pontosabban Amerika valódi urai, a Deep State, összejátszanak éppen úgy, ahogy a Rothschild családon keresztül érkeznek a kínai befektetések Európába is, ahogy azt egy korábbi videómban már bemutattam. Ha pedig digitális pénz lesz, akkor megvalósul a totális kontroll az emberiség felett, és a világot uraló pénzemberek akár azt is megszabhatják, hogy miből és mennyit költhetünk, akár a saját digitális pénzünkből, ahogy egyébként erre már vannak példák a kommunista Kínában is. A mozzajló mesterségesen keltett gazdasági válságok, eladósodás, központosítás, a multik megerősödése pedig milliók elszegényedését és megszorításokat hozhatnak, az infláció, az élelmiszerek vagy éppen az üzemanyagok árai pedig az egekbe szökhetnek. Az elszegényedés már megindult az infláció emelkedésével. Az élelmiszerek drágulása nagyon jelentős lesz a jövőben, de az építőipari árak emelkedésének ugyanúgy van már ehhez köze, mint annak, hogy az üzemanyag árak az egekbe szöktek. Nos, Dióhéjban akkor ennyit magáról az új világrendről, a Great Resetről, a nagy újraindításról. Vizsgáljuk meg most azt a talán ennél is fontosabb kérdést, hogy mondjuk Klaus Schwab hogyan tudná ezt egyszerre a világon globálisan megvalósítani. Miért érezhetjük úgy most már hónapok óta a koronavírus megjelenését követően, mint hogyha a világ országainak nagy része Klaus Schwab kottájából játszana. Ehhez tudnunk kell egy nagyon fontos dolgot. Valaki évtizedek óta ott áll Klaus Schwab mögött. A világgazdasági fórumot 1971-ben az akkor mindössze 33 éves, senki által nem ismert Klaus Schwab alapította, és az első találkozóra, amelyet azóta is minden évben a svájci Davosban tartanak meg, rögtön 31 országból 440 globális gazdasági vezető ment el, de a multimilliárdosok mellé hamarosan a legnagyobb médiaszereplők is csatlakoztak, mint például a BBC, a CNN, illetve mások vezetői. És mi volt a titka ennek a Németországban született fiatalembernek, Klaus Schwabnak? Nem más, mint Henry Kissinger, aki a 60-as években a Harvardon tanította az egyetemista Klaus Schwabot, és ettől a pillanattól kezdve valójában ő áll Klaus Schwab mögött, ahogy a világgazdasági fórum elnöke azt megfogalmazta, ez egy máig tartó 50 éves mentorálást jelent. És hogy ki Henry Kissinger? A jelenleg 98 éves Kissinger az Amerikai Egyesült Államok korábbi külügyminisztere, illetve nemzetbiztonsági főtanácsadója volt abban az időben, amikor a mentorált tanítványa Klaus Schwab létrehozta a világgazdasági fórumot. Így már érthető az azonnali siker. Henry Kissinger eredeti neve Heinz Alfred Kissinger, és ugyanúgy Németországban született, mint mentoráltja Klaus Schwab, az angol nyelvet mind a mai napig német akcentussal beszélik mindketten. Zsidó származása miatt azonban Kissinger családja 1938-ban a hatalomra jutó nemzeti szocialisták elől New Yorkba emigrált. Kissinger egy ortodox zsidó háztartásban nőtt fel, és fiatal korában naponta 2 órát töltött szorgalmasan a Talmud tanulmányozásával. A felemelkedése kezdetén a világ egyik leggazdagabb családjának, a Rockefellerek szolgálatába állt, Nelson Rockefeller későbbi amerikai alelnök külpolitikai tanácsadója lett. A 70-es évekre aztán már a világ uraként emlegették Kissingert. Ezt elsősorban a kiváló nemzetközi hálózatépítéssel ért el. A világ minden pontján voltak hozzá köthető kormányfők, bankvezérek, vezető médiaszemélyiségek. Itt közben láthatjuk Kissinger első számú hálózatát, amelyet ő maga vázolt fel, dél-amerikai diktátoroktól kezdve közel-keleti és kínai vezetőkig számos kormánytag kapcsolódott hozzá. Kissinger legnagyobb diplomáciai diadalának azt tartják, hogy a korábbi fagyos viszony helyett szoros diplomáciai kapcsolatot hozott létre az Egyesült Államok és Mao Tse-tung kommunista Kínája között.
meghatározó szerepet játszott az 1972-es kínai-amerikai csúcstalálkozón Chou Enlai pártfőtitkárral folytatott megbeszéléseken, amely Kína a világ felé történő nyitását, illetve egy új, antiszovjet, orosz ellenes kínai-amerikai szövetséget eredményezett. Kissingert ettől fogva szoros kapcsolatok kötik Kínához. Mindemellett például Kissinger támogatásával az amerikai hadsereg a történelem legnagyobb szabású légi támogatását adta Izraelnek az úgynevezett Jom Kippúri háborúban. Henry Kissingerre azonban nagyon sötét árnyék vetült, amikor 2002-ben nyilvánosságra hoztak számos dokumentumot, amelyek alapján Kissingert háborús bűncselekményekkel, közöttük több ezer ellenzéki politikus, aktivista, újságíró meggyilkolásával vádolták meg. Az egyik legsúlyosabb ilyen ügy az úgynevezett Kondor hadművelet volt, amely során világszerte, főként dél-amerikai diktatúrák érdekében titokban elraboltak, megkínoztak és meggyilkoltak mintegy 30 ezer embert. Mindez a gyanú szerint Kissinger hozzájárulásával, sőt amerikai pénzügyi és titkosszolgálati segítséggel zajlott. Ebből azért láthatjuk, hogy Kissinger valójában milyen ember, és hogy számára semmiféle lelkiismereti problémát nem okoznak az ilyen véres, brutális megoldások, akár emberrablás, kínzás, gyilkosság sem a céljai elérése érdekében. És hogy mi a célja? A Világrend című könyvében szép irodalmi igényességgel írt erről, de a valóság sokkal inkább a Great Reset-ben jelenik meg. Bár Henry Kissinger lassan 100 éves lesz, de továbbra is aktív, a befolyása egyáltalán nem csökkent, és aktív részvevője minden évben a világgazdasági fórumnak. Sőt, úgy tűnik, hogy a 98 éves Henry Kissinger és az 50 éve mentorált tanítványa, a most 83 éves Klaus Schwab élete csúcspontjára érkezett, most jött el a pillanat, amelyet évtizedek óta vártak, illetve építettek. A koronavírus hozta el nekik ezt a lehetőséget. 2020. április 3-án, amikor a világ még csak ismerkedett a koronavírussal, adta meg a startjelet Henry Kissinger a The Wall Street Journalban megjelent cikkével, amelynek a címe A koronavírus járvány örökre megváltoztatja a világrendet. Kissinger már ekkor leírta azt, ami ennek az új világrendnek a lényege, tehát a totális globális kontrollt, az 50 éve mentorált tanítványa, Klaus Schwab pedig követte a mestert, és 2020. júniusában összehívta a világgazdasági fórumot, mégpedig arra hivatkozva, hogy ez az 50 éves jubileumi találkozójuk, és senkinek sem tűnt fel, hogy valójában csak 2021. januárjában lett 50 éves a világgazdasági fórum. De nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy Klaus Schwab bejelentette a Great Resetet, a nagy újraindítás lehetőségét, tulajdonképpen az új világrendet. 2020. novemberében aztán Kissinger felszólította az új amerikai elnököt, Joe Bident, hogy ne feszegesse tovább Kína felelősségét a koronavírus kérdésében. Nyilvánvalóan üzenet volt ez az akkoriban amerikai hírszerzők által is emlegetett laboratóriumi, mesterséges eredettel kapcsolatban. Ekkor Kissinger azt is leszögezte, hogy globális megoldás kell a koronavírus miatt, nem pedig országonkénti autonóm, szuverén kezelés. Joe Biden pedig éppen úgy tett ezután, ahogy az Kissinger javasolta. S ha már Kína szerepét olyan sokszor érintettük ebben a mai videóban is, akkor elárulok önöknek még egy érdekességet. Tudják, hogy ki képviselte a világgazdasági fórumot Kínában a koronavírus járvány kitörése, megjelenése előtti években? Hogy ki volt a világgazdasági fórum kínai ügyvezető igazgatója? Nem más, mint Klaus Schwab saját fia, Olivier Schwab. Ő aztán azt is elintézte, hogy 2015-ben a Davoszi világgazdasági fórumon már Li Keqiang kínai miniszterelnök volt a főszónok. És nézzék csak a kínai állami televíziónak ezt a bejátszását 2014-ből. Now, before the sessions and debates at the World Economic Forum begin tomorrow, our Martina Fuchs sat down with Olivier Schwab, the forum's executive director for China. We used the annual meeting in Davos as an opportunity for leaders to get together and try to make sense of, try to understand
the technological, societal, economic, and political changes which are occurring in our world today. And concretely, this means that we would like leaders. Leaders, mondja Olivier Schwab, Klaus Schwab fia, aki a Világgazdasági Fórum kínai ügyvezető igazgatója volt, és ez a lényeg. Leaders, tehát vezető. A vezetőkön keresztül tudja irányítani és uralni akár az egész világot a Világgazdasági Fórum. Ez a titka mindennek. A Világgazdasági Fórum valójában egy alapítvány, amelyet 1000 tagvállalata, a világ legnagyobb multicégei finanszírozzák, globális vállalkozások, amelyek forgalma meghaladja az 5 milliárd dollárt. A Világgazdasági Fórum gyakorlatilag előszobája a Bilderberg csoportnak. Egyébként maga Klaus Schwab a Bilderberg csoport irányító bizottságának is tagja volt. Rájöttek, hogy politikai, gazdasági, kommunikációs vezetők több ezres az egész világot behálózó hálózatára van szükségük ahhoz, hogy akár befolyásolni tudják az egész világot is. Ezzel a céllal hozta létre a Világgazdasági Fórum 1992-ben a Global Leaders for Tomorrow, tehát magyarul a Holnap Globális Vezetői nevű programját, ahová a világ minden részéről kiválogatták azokat a fiatalokat, akikből aztán a jövő vezetőit faragták. Mivel az elnevezés túlságosan árulkodó volt, ezért 2004-ben a programot átnevezték, az új név a Young Global Leaders, vagyis fiatal globális vezetők lett. A Világgazdasági Fórum az elmúlt 30 esztendőben aztán ilyen fiatalokból több ezer fős az egész világot behálózó hálózatot épített fel, és aztán ezek a fiatalok, lásd csodát, kormányfők, miniszterek, illetve az adott országok leggazdagabb vállalkozói, bankárai lettek. Klaus Schwab az izraeli Dan David díjból nyert 1 millió dollárral alapította meg azt az alapítványt, amely a Young Global Leaders programot viszi tovább. És azt hiszem elég, hogyha kiemelek csak néhány nevet a több ezer közül, akik részt vettek ebben a Young Global Leaders, vagy korábbi nevén Global Leaders for Tomorrow nevű programban, ahhoz, hogy mindenki megértse, mindenki számára világos legyen, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan lehet akár egy kézzel, egy központból, akár a Világgazdasági Fórum svájci központjából az egész világot befolyásolni, vagy akár irányítani. Nézzék csak ezeket a neveket. Nos, ennek a programnak, illetve hálózatnak volt fiatalon tagja, például Mark Zuckerberg, a Facebook vezére, vagy Sergey Brin és Larry Page, a Google két alapítója, vagy Jack Ma, Kína leggazdagabb embere, a kínai kommunista párt prominense és a koronavírus vakcinák egyik nagy magánbefektetője. De szintén a program részvevője volt Bill Gates, a világ egyik leggazdagabb embere, a Microsoft vezére, a koronavírus vakcinák rejtélyes háttérembere, vagy például Emmanuel Macron, Franciaország elnöke, az új modern Európa kiszemelt vezetője, vagy például José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, és ugyanígy ebben a programban osztálytársként vett részt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság másik elnöke. De nézzük meg 1992-től az alapítástól kezdődően, hogy milyen neveket találunk még. Én átnéztem ezt a több száz, illetve több ezer nevet, hogy milyen nevek lehetnek közöttük, olyan nevek, amelyeket itt Magyarországon is mindenki ismerhet. Hát nézzék csak a különböző évfolyamokat, osztályokat néztem meg egészen 1993-tól kezdődően napjainkig. 1993 rögtön egy nagyon erős évfolyam volt. Itt volt az osztályban a fiatal Tony Blair, Bill Gates, vagy éppen Angela Merkel, aki sok évvel később Németország kancellárja lett, és ugyanennek az évfolyamnak volt tagja egy számunkra különösen érdekes és fontos név, egy fontos fiatalember, Orbán Viktor. A fiatal Orbán Viktor Angela Merkellel ugyanúgy egy évfolyamban vett részt ebben a programban, Klaus Schwab által irányítva, mint éppen Bill Gates. Aztán 1994-ben a következő évfolyamban újra találtam egy magyar nevet, mégpedig Bokros Lajos is a kiválasztottak között volt. 1995-ben a nevek között ott találjuk a Rothschild család egyik vezetőjét, Lynn Forrester de Rothschildot, és a több tucatnyi külföldi név között találunk ismét egy magyart, ezúttal Demszky Gábort,
az SZDSZ-es budapesti főpolgármestert. 1996-ban újra felfedeztem egy magyar nevet a kiválasztottak között. Csányi Sándor, az OTP vezére, hosszú ideje Magyarország egyik leggazdagabb embere, de szintén az osztály tagja volt vele együtt a kevésbé ismert Lakatos Péter, a Videoton vezérigazgatója, a Sziget Fesztivál alapító Gerendai Károly üzlettársa, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke. Az a tény, hogy az Európai Bizottság 2016-ban ezt a Lakatos Pétert az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgató tanácsának tagjává választotta, jól mutatja, hogy mennyit számít az, hogy ő is a Világgazdasági Fórum titokzatos vezetőképzőjébe járt 20 évvel korábban. 1997-ben a kiválasztottak között találjuk Patricia Stonesifert, a 2019-ben a vakcina bizniszbe beszálló Bill Gates alapítványának, a Bill és Melinda Gates alapítványnak a korábbi társelnökét és alapító vezérigazgatóját, aki egyúttal a Rockefeller alapítvány kuratóriumában is ült, valamint a világ leggazdagabb embere Jeff Bezos közelében is felbukkant. Tehát igazi kulcsember. 1998-ban pedig már magát a fiatal, ekkor ugyan még csak 34 éves Jeff Bezost, a ma már a világ leggazdagabb emberét is ott találjuk a programban. 2001-ben aztán újabb magyart fedezhetünk fel a kiválasztottak között, méghozzá Leistinger Tamást, a balliberálisok Mészáros Lőrincét, a vörös oligarchát, aki az Orbán kormány alatt is sérthetetlen, akivel még a NER is üzletel, így már aztán értjük, hogy miért érinthetetlen. A balliberális oldalon a Gyurcsány nemzedék egyik megteremtője volt Leistinger, aki ma is megkerülhetetlen háttérember, korábbi élettársa Tüttő Kata pedig jelenleg Budapest és Karácsony Gergely főpolgármester helyettese. Szintén ugyanennek a 2001-es évfolyamnak volt tagja Jack Ma, Kína leggazdagabb embere is. Nos, talán ennyi példa elég is volt ahhoz, hogy mindenki megértse, hogy mi is zajlik körülöttünk, és bizony lehet akár egy kézzel irányítani a világot, befolyásolni kormányok döntéseit, illetve mindenki számára világossá válhatott az, hogy miért képviselhet azonos álláspontot a koronavírussal kapcsolatban a Fidesz és a magyarországi balliberális oldal. Az igazi kérdés inkább az, hogy mit tehetünk mindez ellen. A legfontosabb a tájékoztatás. Ezért arra kérek mindenkit, arra kérem önöket, arra kérlek benneteket, hogy ezt a videót terjesszétek, mutassátok meg minél több ismerősötöknek, hívjátok fel a figyelmüket arra, hogy nézzék meg ezt a videót. És akkor megértik, hogy milyen folyamatok zajlanak valójában körülöttünk, sehol máshol a mainstream médiában ezeket az információkat sohasem fogják hallani, ezért nagyon fontos, hogy segítsenek ezt a videót, az igazságot terjeszteni. Hogyha minél több ember szemét föl tudjuk nyitni, és minél többen állnak mellénk, mögénk, mi tudjuk, hogy mit kell tenni. Ellenezzük nagyon régóta a lezárásokat és minden gazdasági megszorítást, amelyet a koronavírusra hivatkozva hoztak, és ellenezzük az adósságállomány növelését, amelyik Magyarországon már az egekbe szökött, és azt gondoljuk, hogy az okozott károkat, amelyet ezzel a mesterségesen gerjesztett gazdasági krízissel okoztak, azokat a koronavírus haszonélvezőivel kell megfizettetni. És a legfontosabb pedig az, hogy el kell zavarni azokat a politikai pártokat, és azokat a politikusokat, és azokat a kormányokat, amelyek Klaus Schwab kottájából játszanak, amelyek a Világgazdasági Fórum tervét hajtják végre.